Szervusztok, jó estét kívánunk, szeretettel köszöntünk benneteket. Arra kérünk mindenkit, aki még nem tette meg, hogy foglalja a helyét. 2 percet kér még a technikai háttér tőlünk, és aztán kezdjük a beszélgetést. Hirtelen elhallgatott a zene, ebből arra következtetek, hogy készen vannak a kollégák. Nagyon szépen köszönjük nekik a beállást. Isten hozott titeket, szervusztok, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a 777 offline, a 777 keresztény hír és blogoldal harmadik ilyen rendezvénye. Nagyon örülök, hogy ismét ilyen szép számban összegyűltünk és megtöltjük a termet. Mielőtt elkezdenénk, tudjátok, ilyenkor mindig vannak ilyen fontos, diplomatikus kötelezettségei egy műsorvezetőnek, egy házigazdának. Néhány köszönetnyilvánítást már is szeretnénk elsütni, de ezek fontosak. Szeretnénk megköszönni a Café El Mondó csapatának, hogy ma este is itt vannak velünk és rendelkezésünkre állnak. Nem csak nekünk, hanem nektek is. A szünetben és a program végén lehetőség lesz felfrissülni általuk. Szeretnénk megköszönni mindenféleképpen a Shoeshine csapatának, hogy nagyon sokan rajtuk keresztül, a streamen keresztül élőben tudják követni a ma estét is. Egy taps jár nekik is. Végül, de nem utolsó sorban természetesen nagyon szépen köszönjük a Pázmánynak, hogy befogadtak minket, hogy itt lehetünk az ITK aulájában, és ugyanazzal a vendégszeretettel, lelkesedéssel készültek a ma estére, ahogy az elmúlt 2 alkalommal is. Most már úgy érezzük, hogy hazajövünk ide a Pázmányra, még mi eltések is, hogy folytassam a múltkori gondolatsort, úgyhogy köszönjük szépen, Pázmány! Eltés barátaim most tagadtak ki, az arcokon látom. Mielőtt belevágnánk a mai igazi témába, szeretnék kihívni ide egy rendkívüli fiatalembert, aki nem akármilyen filmet készített el a munkatársaival együtt. Ennek a filmnek most volt a hétvégén az ős bemutatója. Valószínűleg közületek sokan már minimum olvastak róla, de valószínűleg látták is. És van egy pont, ami összeköti őt és a ma este sztárvendégét.
Megnézzük mindjárt, hogy mi ez a pont, mi ez a földrajzi hely. Fogadjátok nagy szeretettel Bazsik Ádámot! Aloha, szervusztok! Úgy, kamera mögül azért kicsit biztonságosabb, de sokan vagytok. Ádám Sunshine vezetője, azért mondja, a kamera másik oldalán furcsa neki lenni, de szokt nyugodtan a légkört, fogunk mi még így beszélgetni. A Faces of Love című filmetekről szeretnélek kérdezni titeket, amit Manilában forgattatok le, de hogyan kerültetek ti Manilába? 2015 végén egy magyar származású nővér, aki jelenleg Manilában teljesít szolgálatot, Fabian Edith Miriam keresett meg bennünket, látva korábbi munkáinkat és az elmúlt 10 évünket, hogy ugyan menjünk már ki a Fülöp-szigetekre és készítsünk egy filmet az ottani missziójukról, amely az Akai nevet viseli. Mi megmondtuk, hogy hát oké, csak ez. Ez egy óriási vállalkozás, nem csak anyagilag, hanem lelkileg és egyéb előkészítési szempontok alapján is. Aztán mi úgy döntöttünk, hogy rendben legyen, a felkérésnek igyekszünk eleget tenni, hozzátesszük azt, ami nekünk van, vagy ami a kis tehetségünkből kifér, és kreáltunk egy közösségi finanszírozású kampányt, és tulajdonképpen általatok, mindannyiunk közös összefogásából ez a film ma megvalósult. Ugyanis 16 októberében több mint 2 hetet töltöttünk Manilában, körbejártuk a nyomornegyedeket, meghallgattunk rengeteg történetet, azoknak a fiataloknak az életét hozza el ez a film, akiket ez a misszió felkarolt, és a társadalomba megpróbál visszaintegrálni. Nem volt egy egyszerű menet, de most tényleg ezen a hétvégén bemutattuk ezt a filmet, és nagy sikere volt. Mikor és hol tudjuk megnézni ezt a filmet, vagy hol tudunk tájékozódni arról, hogy mikor lesznek a további vetítések? Mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom a facesoflove.shoeshine.hu URL-t. A filmünk címe Faces of Love, ez egy ilyen kis, hát egyszerű, tudja, tehát a címek nálunk kicsit ilyen random születnek. Lásd, Shoeshine, mindegy, ez egy hosszú történet. De hogy mindenképpen ezt ajánlom, itt fent van a filmről minden háttérrészlet, videoblogok, rólunk egy pici leírás, és természetesen a további vetítések időpontjai is megtalálhatók ezen a szájton. Elsősorban most közösségi események formájában szeretnénk, hogyha megnéznétek ezt a filmet, hogy utána talán egy kicsit lehessen beszélgetni, továbbvinni a témát. Nem lett könnyű, tehát ez nem egy ilyen derűs copmog. Volt 8 vetítésünk most hétvégén, és mindegyik 10 perc csenddel ért véget. Tehát, hogy kicsit igazából reméljük, hogy átment és beütött. Szóval ezt ajánlom mindenkinek, és köszönjük, hogyha megtiszteltek bennünket azzal, hogy megnézitek, és hogy átéritek azt, amit kicsit nincs. A következőn ott leszünk. Köszönjük szépen, Ádám, és gratulálunk a filmhez. Én köszönöm. A kisfilmek terén már mi is erősödünk. Ma került föl a honlapra, a 777blog.hu oldalra Hodász András, hogy a legújabb 3-3,5 perces vlogja, a kávé sorozat legújabb része. Nézzétek meg mindenféleképpen azt is. Viszont szeretnénk mi is ezt a vonalat még erősíteni. Nyilván máshogy, mint a Shoeshine, mi a vlogos témában nyomulnánk tovább. Viszont egy nagyon nagy projektet elindítani ugye sosem egyszerű. Ádám is említette a közösségi finanszírozás erejét és az abban rejlő lehetőségeket. Most mi is egy kis segítséget kérünk tőletek. Kitaláltunk egy nagyívű projektet, egy jó kalandot, egy papkalandot. Lányok, nem örülni, nem. Mosolyogtak itt a harmadik sorban, láttam. Elindítunk egy olyan sorozatot, ami nagyobb technikai igényel rendelkezik, mint amire most ebben a pillanatban kapacitásunk van. Szeretnénk vásárolni hozzá 2 GoPro kamerát, ezeknek az ára egyenként 70 000 forint, és azt szeretnénk kérni tőletek, hogy a mai estén amennyire lehetőségetek engedi, akár egy fagyi áráig, ahogy Nagymaroson mindig mondjuk, járuljatok hozzá, legyetek szívesek, ha lehetőségetek van ehhez a kiadáshoz, hogy legalább részben már fedezni tudjuk ezt a projektet, a többit a szerkesztőség majd kipótolja, és akkor együtt mi is közösségben indíthatjuk a következő, reméljük, hogy sikeres projektet, és juttathatunk el majd nem csak vallásos emberekhez olyan tartalmakat, amelyek talán elindítanak bennük is valamit, nekünk meg már a tapasztalatokból tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokat adnak.
Előre is köszönjük a segítségeteket, az adománydobozok a bejáratnál, illetve most már úgy mondom a kiáratnál megtalálható, az est végén lehetőség lesz hozzájárulni. Köszi még egyszer! Na és akkor kezdjünk bele abba, ami miatt igazán eljöttünk mindannyian ma ide a Pázmány ITK aulájába. Említettem már, hogy van egy pont, ami összekapcsol két projektet, egy egészen különleges filmet és egy isteni karriert. Ez a pont Manila. De ki is az, aki még Manilán keresztül érkezett ma este ide hozzánk? Egy olyan atya, akit ha röviden kell jellemeznem, akkor azt mondom, hogy hitelesség, derű és közvetlenség. Szerintem ez az, ami az ő siker receptje. És ebből a hitelességet emelném ki, mert ez nála nem mímelt, nem mesterkélt, hanem nagyon is őszinte dolog, és egy valódi krisztusi örömöt hordoz. Tud egyébként traktort vezetni is, én itt estem le a székről, iszonyat menő szerintem, és nem áll rosszul a szörfözéssel sem. No meg természetesen az eukarisztikus világkongresszussal, hiszen az ő irányításával készül fel hazánk arra, hogy 3 év múlva fogadja ezt a nagy rendezvényt. Fogadjátok nagy szeretettel Fábri Kornél atyát! Igyekeztünk. Kornél atyával beszélgettük, hogy ezek mennyire lesznek stabilak, és mennyire leszünk még itt fent az est végén is, de bízunk benne, hogy ez sikerülni fog. Sokat imádkozunk ezért. Igen, stabil. Kornél atya, mielőtt belevágnánk, arra szeretnélek kérni, hogy egy aktualitásra reflektáljunk. A hétvégén új püspök került kinevezésre a Kaposvári Egyházmegyében, ahol igazából te szolgálsz. Varga Laci atya sokunknak már mond valamit, ismerős a neve, sokaknak azonban valószínűleg kevésbé. Viszont neked volt szerencséd 2 évig egy plébánián szolgálni vele. Mit osztanál meg az ő személyéről velünk? Egyszer mondta egy kispap, akkor még nem ismertem Laci atyát, hogy van egy nagyon imádságos atya, igen csúnyácska, de nagyon szeretetre méltó. Nem osztom a véleményét. Az elsővel nem értek egyet, a szeretetre méltóval annál inkább. Igen, Laci atya nagyjából 165 cm magas, 61 éves, lelkes, szentségimádó, humoránál van, saját hitvallása szerint a keresztény élethez 3 dolog kell, hit, humor és gyomor. Neki mind a 3 van, és őszintén örülök, hogy ő lett a kaposvári megyéspüspök. Azért is jó ez, mert ismeri a terepet, eddig általános helynökként volt jelen, tényleg minden papot ismer, és azt gondolom, hogy nagy az elismertsége. Hát már most imádkozzunk érte, hiszen senki nem irigyli tőle ezt a posztot, hanem inkább imádkozzunk, mert manapság nem könnyű, gondolom én, püspöknek lenni. Imádkozunk tényleg érte, és most rátérünk akkor arra, ami miatt igazán itt vagyunk. Egy isteni karrier az, amit reményénk szerint mindannyian befutunk, imádkozunk azért, hogy megtaláljuk a hivatásunkat, és azon megfelelően végigmenjünk, a pályát végigfussuk. A te karriered, ha szabad használom ezt a kifejezést ma este, a te hivatásod igen különlegesen és izgalmasan kezdődött. Mondok néhány szót, kérlek, hogy közd össze ezeket majd a ma este folyamán. Fehér virág, rock, szörf, miseruha. Kezdjünk bele! Ilyen sorrendben vagy? A sorrend szabadon választható, de egy kronológiai rendet állítsunk föl. Kronológia, igen. Mert mondhatom én, hogy melyikkel kezdünk? Legyen akkor fehér virág. De a szörf az hamarabb volt. Legyen a szörf. Igen. Ezt szabadon határoztam el. Igen, a szörf az a világ legjobb sportja. Egyrészt azért, mert kikapcsol, minden testrészedet megmozgatja, kell hozzá hát ügyesség, egyensúly, erő, környezetismeret, mert hogy honnan fúj a szél. Leginkább idő kéne hozzá és megfelelő hely. Én ezt 14 éves korom óta űzöm. A bátyám gyártott egy szörföt, még a piarista gimnáziumban. Azért volt jó, mert jó hosszú volt is, vagy 35 kiló. Hát azt mindig ki kellett cipelni a stégre, a soroksári Dunaárgon, Dömsödön tanultam szörfözni. Egy hát orkán vitorlája volt, amit hogyha pengére húztam, az első vízbeesés után ilyen dupla esre hajlott, tehát eléggé izgalmas volt. Hát ilyen sufli tuning, de hálás vagyok a bátyámnak azóta is, hogy a szörf rendelkezésre állt.
És aztán emlékszem, egy évet dolgoztam az első igazi szörfömér, akkor már megtanultam nagyjából normálisan, és azóta is ez megvan, tehát már 30 éve üzem ezt a sportot. Sajnos nagyon kevés időm van rá, tehát az, hogy jó szél legyen, rá is érjek, ott is legyek, hát ez igen ritkán adatik, mert van egy szint, ami fölött már az ember nem megy ki egy 1-es, 2-es szélbe, hanem legalább 4-es, 5-ös, amikor már ugrik, meg ilyeneket csinál. Tehát a szörf itt kezdődött. A virág volt a másik, ugye? Menjünk a virág felé, igen. Közben mindannyian kiszámoltuk, hogy kb. 35 éves vagy. Pont jó, igen. Nem matematikus vagy, ugye? No. Politológus sok mindenhez ért, a matekhoz kiritkán. No, a virág. Szeretem a virágot, de nem erre gondoltál. Igen, amikor 1995-ben az akkori egyetemi lelkész, aki most is egyetemi lelkész, Pákozdi István atya, oda jött hozzám 94 őszén, hogy tudok-e valakit, aki tud angolul, és január 5 és 15 között kimenne Manilába egy ifjúsági fórumra. Az első gondolatom az volt, hogy ki az az egyetemista, aki január 5 és 15 között bármire is ráér. Aztán hazamentem, és megnéztem, hogy hol van ez a Manila. Ez a Fülöp-szigetek. Na, nézzük azt a vizsgarendet. Igaz, hogy angolul nem tudtam, de francia szakon voltam az ELTE-n, azért utána pázmányos lettem. A megtérésnek az útja még előttünk van. Mondom, most az ELTE-sek tapsoltak. Tehát, hogy megnéztem, ráadásul azért volt izgalmas, mert nagyon szeretem a tezéi találkozókat, és abban az évben, 94 év végén Párizsban volt a tezéi találkozó. Hú, mondom, van öt vizsgám, ez meg az ELTE-s laza. Érzem, hogy egész este megkapom majd. Na, lényeg az, hogy megpróbáltam benyomni 4 vizsgát karácsony elé, 1 vizsgát január végére, hogyha kimegyek a Fülöp-szigetekre, és ott hát lesz 28 fok, akkor lekopjon a barnaság, mire jön a vizsga időszak, vagy a vizsga. Úgyhogy aztán így is lett, karácsony előtt 4 vizsga, utána elmentem Párizsba sokakkal együtt, az akkori kedvesemmel is. Haza is értünk január 1-én vagy 2-án, nem tudom. 5-én indultunk ki a Fülöp-szigetekre, a mínusz 10 fokból a plusz 28-ba. Én 10 napon át beteg voltam, tehát ilyen, nem tudom, allergiás tünetek, egyebek. És kicsit izgalmas volt, mert a Vatikán rádió tudósítója odajött hozzám, és általában 20 perccel az élő adás előtt oda nyomott elém egy 2/3 francia szöveget, hogy ezt 20 perc múlva magyarul olvassam be. Na most, aki fordított már valaha szöveget, hát ott stilizálni nem nagyon volt időd, nagyjából sikerült megoldani. És hát én normálisként mentem oda, és aztán úgy jöttem haza, hogy némi változás állt be az életembe. Még akkor nem tudtam, hogy mi, csak az, hogy ez egy fantasztikus hely volt. 4,5 millióan voltunk a nagymisén. Én bízom benne, hogy az eukarisztikus kongresszuson 4,5 millióan nem leszünk, másféllel megelégszem. Hát mindenkit várunk szeretettel persze. És hazajöttem, és a lényeg az, hogy sorra találkoztam emberekkel, illetve már ott kint. A fórum azt jelentette, hogy 250-en voltunk, minden országból 2-2 képviselő, meg közösségek, mozgalmak képviselői, és hozzá lehetett szólni a témához, ami nem volt más, mint az ifjúság evangelizációja. És akkor már nagyon ebben éltem, tehát az ELTE meg a tanulás ilyen 20-adrangú volt Istenhez képest, sőt, sokkal többet rangú, de az Isten volt az első helyen. És oda jön hozzám egy püspök, hogy hát belőled még jó pap lesz. Hát felejtsd el, hát otthon vár a kedvesem, én nagy családot szeretnék, francia szak, vagy francia tanár leszek. Utána oda jön egy brazil, egy szemináriumi előjáró. Remélem legközelebb egy szemináriumban találkozunk. Mondom, felejtsd el, nyugodtan. Utána jött egy kiengesztelődési este, elmentem gyonni. Ternyák Csaba, akkor még püspök atya volt a magyar, akihez elmentem gyonni. Azt mondja, nem gondolkodtál azon, hogy pap legyél? Mondom, ilyen nincs. Eddig senkinek nem jutott ilyen eszébe, most meg így csőstül. Na, ezek után hazajöttem, és mindenféle emberrel találkozom, akik rákérdeznek, hogy maga pap. Valakinek segítettem felhúzni a... Nem banyatanknak mi a rendes neve ez a... Bevásárló eszköz. Igen, azt, igen. Mert a Ferenciek tere nem volt annyira akadálymentesítve, mint ma sincs. Vagy mostában lift.
van lift is, okay, járda is fel, fölveszünk. Szuper, jó. Tehát akkor még nem volt, és hát segítettem a néninek fölmenni, azt mondja, maga kis pap. És így csőstül. Mondom, mi történt ezekkel az emberekkel? Hogy eddig soha senkinek ilyen nem jutott eszébe, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ez nem lehet véletlen. És gondolkodtam, hogy mi az, ami igazán örömöt okoz. És arra jöttem rá, hogy az, hogyha én az Isten irgalmát megoszthatom mindenkivel. Hát papként nem csak beszélhetek róla, még fel is oldozhatom a bűneik alól. Hát ez szuper. Úgyhogy aztán így döntöttem úgy, hogy pap leszek. Na de ekkor jött ez a bizonyos izgalmas dátum, a február 14. Szent Valentin napja. És hát gondoltam, hogy én akkor már tudtam, hogy változás áll be a kapcsolatunkban. Ő is érezte, és direkt nem vettem virágot arra a dátumra, hogy, mert tudtam, hogy más lesz. És rá egy hétre megbeszéltünk egy találkozót, hát 4-5 órát beszélgettünk, volt sírás, és akkor adtam át ezt a fehér virágot, és azt mondtam a kedvesemnek, hogy ez fehér. Nem a te hibád, nem az én hibám, engem Isten papnak hív, és mennem kell. És akkor mondta, addig nem, hogy amíg én kint voltam a Fülöp-szigeteken, akkor mondta ő az édesanyjának, hogy figyeld meg, a Kornél hazajön és pap lesz. Na, ilyenkor szoktak a lányok így belekarolni szorosan a párjukba, hogy nehogy őket is ilyen csapás érje. És aztán így alakult, azért volt ez a fehér virág. Mi volt a következő? Szörfvirág? Lesz majd a rock, de akkor itt rock, ja, megakasztanálak egy percre. Jó? Majd rátérünk mindenképpen arra is. De ugye elmentél a papnak, aztán felszenteltek, most picit úgy ugrottunk éppen csak néhány napot az időben, és egy egészen különleges derűt hordozó pap lettél. A rendkedvéért Kornél atya felajánlotta a hétvégén, hogy tegeződjünk, ezért merem ilyen csuklóból letegezni Kornél atyát. Tehát, hogy pap lettél, és ezt a derűt, ezt szerintem küldetésként hordozod a világban. Eljöttél hozzánk nekünk néhányunkkal itt a teremben, szerencsénk volt Kornél atyát már az előző 3 este is egy triduum keretében hallgatni, és azt mondtad, hogy ugyan nagy böjt van, de hát most az örömről fogunk beszélni. Egy picit úgy sokkolódtak az arcok a templomban, aztán hamar megértették, hogy miért. De mondd el nekünk is, kérlek, hogy miért. A kedvenc énekem a keresztények sírjatok. Én inkább azt mondanám, hogy ateisták sírjatok. Mert nekünk örömhírünk van. Hát Jézus meghalt értünk, feltámadt, hogy örök életet adjon. Mindannak, aki benne hisz, örök élete van. Hát nem örömhír, ezen sírjak. Na, az öröm. Hát tegnap volt az öröm vasárnapja, letárja vasárnap, és arra hívja fel a figyelmet ez az ünnep, hogy már közel van a húsvét, a legnagyobb ünnepünk, hogy Jézus meghalt ugyan, de a halál nem tartotta fogva. És van folytatás, nem is kevés. Sőt, azt mondom, hogy az örök élethez képest, az itt töltött néhány évtized, teljesen mindegy, hogy mennyi. Az, hogy hogyan töltjük, az már nem mindegy. És az öröm az igazából egy jézusi kívánság. Mindezt elmondtam nektek, mondja Jézus, hogy örömötök teljes legyen. Tehát ő nem azt akarja, hogy sírjunk, hogy szenvedjünk. Nyilván az élet hozza magától ezeket a dolgokat. Jézus se akarta keresztre menni. De azt mondta, hogy ezért jöttem. Ha nekem ezen az úton vezet az isteni karrierem, hogyha már ezt a szót kell használni, akkor a Golgotán, de tudta jó, hogy igen, szenvedés vár rá, félt is tőle, vért verejtékezve izzadt a Getsemáni kertben, de tudta jó, hogy ezen végig kell menni ahhoz, hogy a feltámadás megdicsőítse. És azt gondolom, hogy nekünk, akik keresztények vagyunk, naponta kell hálát adnunk azért, hogy van hitünk, hogy tudjuk, hogy miért élünk, nem csak úgy véletlenül lettünk, hanem tudom, hogy mi vár rám. Szoktam mondani, hogy én már most mennék. Néha súhintanék kettőt a szárnyaimmal is, de hát még van mit csinálni itt a Földön. De ott sokkal jobb lesz. Hadd meséljem ezt el, egyik falumban 10 idős néni volt az egyik misén, és gondoltam nagybátra, hogy megkérdezem, hogy akarnak-e örökké élni? Mondtam, hogy ide érdemes járnom. Aztán kapcsoltam, hogy én mondom, nem így, hanem fiatalon és egészségesen. Ja, hát úgy már igen. Én meg is értem, hogyha minden nap úgy kell valaki, hogy
ha már nem fáj semmi, azt hiszi, hogy már a más világon van. Tehát ezt megértem. Nem, a fiatalon egészségesen, örömben, ha nem lesz bűn, nem lesz fájdalom, nem lesz gyász, senki nem fog pikkelni a másikra, viszont már most mondom, hogy jó hozzászokni a gondolathoz, hogy a másik is ott lesz. Úgyhogy van miért örülnünk. Hát ezt hadd meséljem, mert olyan aranyos volt egy történet. Talán tudjátok, hogy minden 5 évben, vagy kis csúszással most éppen 7 év után a magyar püspöki kar tagjai mennek a pápához ad limina látogatásra. Ez arról szól, hogy beszámolnak egy kicsit, nyilván kapnak egy kis útmutatást is, és egyszer Afrikából érkeztek püspökök. És hát ez nem csak abból áll, hogy találkoznak a pápával, beszélgetnek egy negyed órát, és megveregeti a vállukat, hogy jól van, csak így tovább, hanem el kell menni különböző dikasztériumokhoz, beszámolni a különböző pápai bizottságoknál, és az egyik afrikai püspöknél semmi nem volt jó. Tehát semmi nem úgy volt, ahogy az előírás lett volna, és az a püspök meg csak vigyorgott. És már nem tudok vele mit csinálni, ebben semmi nem jó, minek örül? Annak, hogy üres a sír. Hát ez az örömhír, hogy üres a sír, Jézus feltámadt, úgyhogy van miért örülünk. Most gonoszkodok, azért következő vizsgai időszakban ne így menjetek be a vizsgáztató tanárhoz. Lehet, hogy ő annyira nem lesz boldog, hogy üres a sír. Viszont ezt mondtad, hogy ott azért ott lesz az is odafönt, akivel esetleg most rosszban vagyunk. Te kifejezetten sokat imádkozol azért, hogy találkozhass ott olyanokkal, akikkel itt a Földön annyira nagyon nem makulátlan a kapcsolat. Mondjuk egy eltűnt GPS kapcsán például. Igen, én meg vagyok győződve arról, hogy a Jóisten nyilván örök jelenben van, de már be tud tervezni olyan dolgokat az életembe, aminek nem biztos, hogy abban a pillanatban örülök. Ér valamilyen baj, egy bántás, feltörik a kocsimat, ellopják a GPS-t. De tudja jól, hogy én felnőtt, megtért keresztényként, persze minden nap meg kell térni, teljesítem Jézusnak a parancsát, ő pedig azt mondta, hogy imádkozzatok ellenségeitekért. Ki az én ellenségem? Például, aki betöri a kocsim ablakát és ellopja a GPS-emet. Na most, mi történik, hogyha nem töri be az autóm ablakát? Soha életben nem jut eszembe, hogy imádkozzam érte. Így viszont, hogy betörte a kocsim ablakát, így már imádkoztam, mert ellenségemmé vált. A közömbösségből ellenségi, ez már egy kapcsolat. És mivel aznap este, amikor feltörték a kocsimat, nem volt éppen mise szándék, és tudjuk, hogy a Szent Mise a legtökéletesebb imádság, hiszen Krisztus kereszt áldozata jelenül meg, hát azt mondtam, hogy ezt a Szent Misét autóm feltörőiért ajánlom fel. Hívek néztek egy kicsit, hogy mi baja van, de hát Jézus nem ezt kérte. Sőt, annyira, hogy ez egy másik történet, hogy lehet, hogy gyerekkorban ér valamilyen bántalmazás, mondjuk velem történt óvodás koromban egy hatalmas sérelem. Látod, mindig bennem van, 40 év után. A 35-ből persze, tudjuk. De hogy az történt, hogy a játszótéren játszottunk, és ott volt egy favonat. Hát minden gyerek felmászkált a favonatra, és egyszer csak odajött egy óvónéni, lerángatott a vonatról, mondvá, hogy én lerúgtam a Patrikot. Nem is láttam, hogy jön mögöttem valaki, nem is éreztem, hogy hozzáértem bárkihez is, és ezért büntetésből 2 hétre visszaraktak középső csoportba. Azért, ugye, érzitek a súlyát? No, tehát egy el nem követett bűnért kapok 2 hét nem felfüggesztett, hanem letöltendőt. Na most, és nyilván aztán felnőttként, keresztényként eszembe jut ez az óvónéni. Mit mondott Jézus? Imádkozzatok ellenségeitekért. Óvónéni, az nem volt ott. De hogy azért is szabad imádkozni. Nem tudom, hogy éle vagy hal-e, de már imádkoztam érte jócskán, meg is bocsájtottam neki, mert nyilván azért rángatott le a vonatra, hogy én majd felnőttként imádkozzam érte, hogy bejusson a mennybe. Ilyen egyszerű. Ettől kezdve bárki bármi rosszat tesz ellened, kezdj el érte imádkozni. Oka van. Még egy tanács. Ha eszedbe jut a neve, a magyar azt mondja, megbocsájtok, de nem felejtek. Na, van egy jó hírem, Jézus nem is kérte, hogy felejtsünk. Azt mondta, hogy ne is felejtsd el, ha az illető, aki neked rosszat tett, eszedbe jut, ugye 3 forrása lehet a gondolatunknak. Vagy a sátántól jön, ha elkezdesz az illetőért imádkozni, biztos, hogy nem fog többet eszedbe jutni, hogyha tőle jött az ötlet. Mert nem szereti, hogyha egymásért imádkozunk. Ha Istentől jött, akkor azért kell, mert imádkoznod kell még érte. Ha meg magadtól jutott eszedbe, akkor még valami tennivalód van, akkor is imádkozz érte. Nincs más megoldás. Áldás kell rám mondani, Istenem, áld meg őt és bocsáss meg neki. Ennyi, és megy tovább az élet. Ha megközelebb is eszedbe jut, ugyanez. Istenem, bocsáss meg neki és áld meg őt.
Jó, ezt csak úgy javaslom, hogyha netán bántásért, gondolj rögtön erre, hogy ez egy misszió. Jó? Akkor térjünk rá a következő kulcsszóra. Mi újság a rockkal? Van egy ilyen csapat, ezt felírtam magamnak, hogy Emmanuel Priest Band. Ők kik? Na, erre vagyunk is kíváncsiak. No, a rock az korábban kezdődött. Itt is két történet. Én nagyon szerettem rock'n'rollozni. Most is. A szívem már nehezebben bírja, de azért jó. Tehát, mert bírja azért, ne aggódj. Egyszer elmentem egy EKG-ra, mert szoktam fallabdázni, és az elég intenzív sport, és volt, amikor elkezdett nagyon hevesen dobogni a szívem. Mondom, nézzék meg, hát, ha valami baj van. Hát a végén azt kérte a kardiológus, hogy most szálljak le arról a gépről, mert nincs annyi papír. És rá is írt, hogy átlag felett terhelhető. Mondom, megnyugodtam. No, szóval rock'n'roll-al kezdtük, és mikor Kaposvárra kerültem, de annyira, hogy minden szombaton bulisztunk. Alkohol, cigaretta és kábítószer nélkül, hozzáteszem. Táncoltunk, meg beszélgettünk. Nagyon jó volt. Már alig vártuk a nagybőjtöt, hogy egy kicsit szünetet tartsunk. És utána, amikor Kaposvárra kerültem, akkor megkérdeztem a fiatalokat, hogy van-e itt rock'n'roll klub Kaposváron. Mondok, hát az nincs. Mondom, kár. Na de egyszer csak hallom a hírt, hogy a Kapos Televízió 13. születésnapját ünnepli, és meghívták a sportcsarnokba az Old Boys együttest. Na mondom, rock'n'roll Kaposváron végre. Úgyhogy neki is eredtünk heten. Három fiú és négy lány. Most ebből a négy lányból az egyik az egy apáca volt. Én mentem így papi civilbe, ő jött a maga habitusába, fityulával, és hát rock'n'roll táncoltunk. És aztán jutott eszembe, hogy ajjaj, ennek lehet, hogy lesz némi publicitása, mert hogy a Kapos TV-nek a születésnapja. Na, állítólag le is adták a híradóba, és elég gyakran ismételték ezt a híradót. Na nem emiatt, hanem általában így szokták. És az volt a kommentár, hogy felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül mindenki jól érezte magát. Azért ilyen PC megfogalmazás, tehát ez szép volt. Nagyon szép volt, így van. De most nem ért véget a sztori, mert ez volt szombaton, és hétfőn kellett mennem valamiért a püspökatyához. Bekopogok. Szóval gyere be, ne táncikálj ott kint. Hű, mondom, püspökatya látta. Azt hittem, nem hiszek a szememnek. Kétszer is megnéztem. De aztán nevetett ő is, mert belefért az egyházkép javításba. Na, ez az egyik a rock'n'roll. A másik a rock. 2005-ben alakult egy együttes, ez a neve, hogy Priest Band. Ez 7 darab Emmanuel-es, tehát az Emmanuel közösség tagjaként vagyok benne, 7 pap. Nemzetközi együttes, tehát van benne holland, német, lengyel, francia, brazil és magyar. És hát ott kezdtük, Kölnben, és hát ebben nekem énekelni kell, de az első próbán derült ki. Már az első CD-n megjelent, mikor összejöttünk csapatként. Mert nem árulok el nagy titkot, a CD-k nem úgy működnek, mint a Beatles idejében, hogy beállunk, és akkor 1-2-H és mindenki játszik, hanem basszus, dob, gitár, szóló, zongora, egyebek, és aztán jön az ének. Tehát én kimentem Párizsba egy napra, hogy felénekeljem azt, amit nekem kell, aztán jöttem haza. A harmadik CD-nket már úgy csináltuk, hogy én Rómában énekeltem fel, amit kell, a francia bassgitáros, a lengyel bassgitáros Franciaországban játszotta fel, mindezt elküldtük Németországba, ott összekeverték, elküldték Ausztráliában, és Ausztráliában adták ki a 2008-as ifjúsági világtalálkozóra. Úgyhogy hát ez a technika kis háttere, és hát azóta elég sok felé koncerteztünk, és nagyon szép gyümölcsei vannak ennek a turnénak. A legutóbb, azt hiszem, Toledóban vagy Madridban léptünk fel, és előtte Ausztráliában volt egy 6 koncertes turnék még 2008-ban, és ott, hát csak így viccből szoktam mondani, hogy a pápa volt az előzenekarunk, mert hogy ő volt az utolsó, aki a színpadon volt, ő lement, és aztán jöttünk mi. A Vírasztáson ott olyan 240 000 fiatal volt, és nagyon vicces volt, mert néha hát nem nagyon van időnk gyakorolni, mert mindenki máshol él. Úgyhogy volt, hogy a metrón énekeltünk egy kicsit, ott is megtapsoltam, nagyon köszöntük. Tehát, hogy mikor, hol utolér az a dolog. De sok teret hagyunk a Szentléleknek. Szokták is kérdezni, hát mindenki máshol, hogy gyakoroltok. Hát mondom, volt olyan koncertünk, hogy én kimentem este, másnap reggeltől egy ebédszünettel estig gyakoroltunk, este 8-kor miséztünk, 9:30 kezdődött a koncert. Aztán ültem be a kocsiba, és jöttem haza Németországból. Tehát, hogy hát a plébánosnak, egyebeknek ennyi ideje van, de nagyon szeretem ezt az együttest, és még elvileg létezünk. Ezután, a sztori után csak akkor engedünk majd vissza az est második felébe, hogyha legalább 5-en a közönségből elkezdik skandálni, hogy nagy színpad, nagy színpad.
Kornél atya, most pillanatnyilag már nem plébánosként működsz. Bíboros úr elhívott Kaposfüredről, és rád bízta az eukarisztikus világkongresszus előkészítését, illetve ennek a folyamatnak a koordinálását. Pontosan ilyen minőségedben mit kell neked csinálnod? Nagyot álmodni. Tehát tényleg. Ja, ezt hadd mondjam, hogy ha valaki meghallja ezt a két szót, hogy eukarisztikus kongresszus, ebből gyakran két szót nem szokott érteni. Az elsőt meg a másodikat. De biztos, hogy az első reakció az, hogy na, ez biztos, hogy nem nekem való. Mert a kongresszus, azt elképzeljük, hogy ott valaki ott elől egy pulpitusnál beszél, és sokan hallgatják, és néha cserélnek. Ez a kongresszus. Hát ehhez képest ez valami fantasztikus nagy tömegmozgalom lesz. Ha valakit érdekel jobban, akkor keressen rá YouTube-on a CEBU-i 2016-os IEC-re, mert International Eucharist Congress, és ott látja, hogy ott azért másfél millióan mentek végig fáklyás körmenetben az oltári szentség után. Lesz benne kifejezetten fiataloknak szóló este, lesz nyitóm is a Puskás arénában, addigra biztos, hogy felépül, mert előtte EB-meccseket játszanak benne. Lesz zárom is a Hősök terén, délelőttökön komoly program, délutánonként kulturális meg vallási program, tehát mindenkit szeretnék bevonni, és én nagyon bízom benne, hogy az átlag életkor az előző kongresszussal azonos lesz, mert Fülöp-szigeteken nagyon fiatal volt az átlag életkor, előtte Dublinban volt, ott azért 50-60 között volt, hát én remélem annál egy 20-assal fiatalabb lesz, úgyhogy nagy szeretettel látunk minden fiatalt ezen, és számítok is rátok. Úgyhogy most mit kell csinálni? Hát azt mondják, hogy miért kell 4 év egy ilyen megszervezéséhez? Hát olyan, mint egy olimpiát megszervezni. Tehát van 15-20-30 ezer regisztrált résztvevő, és még másik 1 millió, aki amúgy jön. Na most ezeknek az embereknek programot kell adni, van egy 3 éves felfutás, és én azt mondom a bíboros úrnak is, hogy nem szeretnék egy kirakatot rendezni. Tehát hogyha ez az egész egy olyan gyümölcsöt hoz, hogy egyfajta megújulást hoz az egyházban, az a hívek hite megerősödik, akkor csináljuk, és hogy hosszú távon gondolkodjunk. Ehhez kaptam a Jóistentől egy nagyon szép képet, ez a távolugrónak a képe. Hogy a távolugró sokkal többet fut, mint amekkorát ugrik. De hogy mekkorát ugrik, az azon múlik, hogy hogyan fut előtte. Tehát a 3 év, ami még előttünk van, az pontosan ez a futás, hogy ezt igyekszünk felkészíteni, és már erre hívtunk minden plébániáról, a Budapest-Esztergomi Főegyházmegyéből 2-2 képviselőt, a közösségek képviselőit, az ifjúság, a minisztránsok, a családok, a Caritas képviselőit, hogy együtt gondolkodjunk, együtt dolgozzunk, és ők egy képzés után missziós küldöttekké válnak. Az ő feladatuk lesz az, hogy a kongresszus nagyköveteként segítsék a munkát a plébániákon. Szeretnénk például elszállásolni a vendégeinket családoknál, hogy megismerjék a magyarok vendégszeretetét. Ez egy világkongresszus, ez egész világ ránk fog nézni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy kiteszünk magunkért. Mi a 777 részéről ebben abszolút partnerek vagyunk, rá előre is köszönöm. Zoli kontójára ígértem egy nagyot, de tudom, hogy ezt meg fogjuk tartani. Tudom, hogy hol lakik, és ismerem az arcát, úgyhogy... Én megadom utána a számát is, e-mail, ilyesmi. Kornél atya, most is mondtad azt, hogy remélet, hogy ott egy fiatal átlag életkort is fogunk tudni produkálni, és nagyon sokszor mondjuk azt a szép, felengzős mondatot, hogy az egyház él, az egyház fiatal. Persze az egyház él, és hogyha itt körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy igen, az egyház fiatal, de azért kilépve mondjuk a templomainkba, imaházainkba, nem feltétlen ezzel a képpel találkozunk. És hogyha elmegyünk vidékre, talán ez hatványozottan is bizonyos térségekben igaz lehet. Hogyan tegyük mi fiatallá az egyházat? Itt van most rengeteg fiatal, aki csak arra vár, hogy elmond a frankót, és aztán menjenek téríteni. De hogyan tegyék? Feltenni a kezét, aki erre vár. Kette vagyok, köszi. Jó, egy kólára utána. No, igazából azt szoktam mondani, hogy azért a templom, aki megtölti. Tehát, hogyha fiatalokkal van tele, akkor a többi fiatal is oda fogja vonzani. Ami a feladatotok, hogy minden egyes keresztény fiatal az egyháznak és Jézusnak a reklámja. Vagy negatív, vagy pozitív reklámja. Tehát higgyétek el, hogy sokkal többen néznek titeket, mint amennyire tudomásotok van. Amint tudják rólatok, hogy keresztények vagytok, rögtön azt nézik, hogy na, most hogy reagál? És ha azt látják, hogy hát ugyanúgy csinál, mint én, akkor miért legyek keresztény? Ha azt látják viszont rajtad, hogy valami pluszod van, van reményed, van derűd, segítőkész vagy, szeretettel vagy a másik iránt, mély hited van, és ebbe bele tudsz kapaszkodni, akkor azt mondja, hogy ebből én is kérek. Tehát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és papként hadd mondjam, hogy mekkora öröm nekünk papoknak, amikor fiatalokat látunk a misén. Vagy éppen az Isten tiszteleten a lelkészek nevében is mondhatom. Mert azt mondom, hogy igen, ti vagytok a jövő.
És nyilván azért is mondom ezt, hogy ha fiatalok jönnek erre a kongresszusra is, akkor az egész fiatalos lesz. Gondolj bele egy olyan körmenetbe, ahol vidám zenével, Jézussal együtt járjuk Budapest utcáit, sok fiatal fáklyákkal, egy gyönyörű szép ünnep ez, és ezzel tanúságot teszünk, hogy gyere tesó, te is meghívást kaptál erre. Akarsz örökké élni? Csatlakozzál hozzánk, mi ismerjük az utat. Ismerjük az igazságot, ismerjük az életet. Tehát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy légy ott. Én nekem 22 éves koromig kellett várni, amíg rájöttem arra, hogy Istennel naponta lehet találkozni. A szent áldozásban naponta a szívembe fogadhatom. És hát azóta eltelt 22 év, de ez ugyanolyan fontos sem maradt számomra, hogy minden nap lehetőség szerint megáldozzak. Ennél nagyobbat nem kaphatsz, Istennel egyesülni, akkor az egész világot teremtett, aki örök életet ad. A legjobb kapcsolat, higgyétek el. Ettől lesz egy nem egyházi életút is isteni karrier? Mondjuk gondolva arra, aki kivételesen a közönség soraiból mondjuk nem apáca, pap, lelkész szeretne lenni, hanem mondjuk a házasságon töri a fejét, vagy már bele is vágott. Az ő karrierje mitől lesz isteni karrier? Először a keresztény fogalmát kell tisztázni. A keresztény egy furcsa szó, hogy keresztjén. Lényeg az, hogy nem a kereszt szóból van, hanem Krisztusból. Tehát a keresztény krisztusi, és az Alfa kurzus egyik előadásban van az, hogy hát mi keresztény országban születünk, akkor biztos keresztények vagyunk. Hát annyira nem, mint amennyire hiába jössz világra egy McDonald's-ben, akkor sem leszel hamburger. Tehát keresztény nem attól lesz az ember, hogy leöntötték vízzel. Keresztvízzel, megkeresztelni. Nyilván az egy nyilvános belépés az egyházba, Isten gyermeke lesz, eltörődi a bűnei, megkapja a szent lelket, de ezt a kapcsolatot építeni kell, és az a keresztény, az a krisztusi, akinek a kapcsolata Jézussal megvan. Mondhatod az, hogy online kapcsolatban van Jézussal. Aki meg is kérdezi néha, hogy mit szeretne, tehát nem csak elmondja a maga imádságát, és aztán csodálkozik, hogy nem jön válasz, hanem el kell tudni csendesedni. Fiatalnak ez nehéz, amikor első pavlovi reflex, hogy kilépsz a házkapun, és már rakod be a füledbe a zenét, ami egy elvarázsolt világba visz, és én is nagyon szerettem, de rájöttem arra, hogy csend is kell ahhoz, hogy meghalljam, hogy a jó Isten, aki akarattal teremtett téged is, meg engem is, ő mit szeretne? Tehát ő az, aki a legjobbat akarja neked, hát akkor már csak konzultálni illik vele. Tehát azt gondolom, hogy akár házasság, akár cölibátus, akár nővérség, akár papság, akár még az is lehet, hogy valaki egyedül, se nem pap, se nem nővér, mégis egyedül éli le az életét, akkor is az Isten kapcsolat mindenki előtt nyitva van. Hát én mondom, normális voltam még mielőtt elmentem szemináriumba, tehát már akkor megvolt az Isten kapcsolatom, csak hát ez oda vezetett, hogy meghallottam a hangját, hogy na tessék tovább lépni egy kicsit. Ez egy szerelem, tehát ez nyilván elfér mellette az emberi is, de ez egy olyan, nem tudom elmondani, de a legmélyebb és legfontosabb kapcsolat, és az egyedüllét ideje, ezt azoknak mondom, akinek most éppen nincsen párjuk, hogy az egyedüllét ideje az Isten ideje. Adj hálát érte, hogy most kis nyugi van. Egyedül vagy, lehet, hogy úgy éled meg, hogy csalódsz és alig várod, hogy valaki már fogja a kezed, vagy valakinek megfogd a kezét. Ez egy teljesen jogos vágy. De addig is az Istennel való kapcsolat az ott van. Én tudom, kilépek az utcáról, és éppen nem kell e-mailekre meg telefonokra válaszolnom, akkor rögtön elkezdek imádkozni. És ezt ilyen SMS-eket lehet küldeni, meg meghallgatni az üzenetrögzítőt, hogy mi az, amit a Jóisten akar mondani. Tehát, hogy lehet ezt élve is, vagy mész az utcán és imádkozol a többiekért. Volt olyan, hogy megyek a buszon, és Istenem, áld meg mindazokat, akik ma ezen a buszon utaznak. Miért ne? Tehát már egy misszióban vagyok. Akik autóban ülnek, azok hát tudják, hogy amint beülnek a kocsiba, kezdődik a misszió. Annyi emberre lehet áldást mondani. Hát jobb, mint hogyha az anyját szívnám, tehát hogy akkor igen, uram, áld meg őt, bocsáss meg neki, és hát ilyen finom. Hát, nem, hogy adj neki egy kis súlyt a lábára, hogy gyorsabban menjen. Hát, hogy csupa jót lehet kívánni a többieknek. Az a gyalogos, amelyik pont előtte nyomja meg az átkelő gombot, arra is lehet áldást mondani, és nem elküldeni máshova. Ez Kaposfüred, Kaposvár között van így, hogy hát eldönthetem, hogy ott vannak ilyen puha testűeknek ilyen nyomógomb, hogy és akkor hát eldönthetem, hogy szidom, haragszom rá, hogy engem most itt késlelheted, vagy áldást mondok rá. És biztos vagyok benne, hogy a jó Isten már úgy veregeti hátulról a többiek, hogy szalasz, jön a Kornél, hogy nyom meg a gombot. Így legalább kapsz áldást. Úgyhogy hát én hívlak, hogy ti is legyetek ilyen áldásosztók, jó? Lehet tanárokra, professzorokra, évfolyamtársakra, utcajárókelőkre.
későbbi apósra, anyósra, mindenkire lehet áldást mondani. A leendő apósom hallotta, úgyhogy köszönöm a reklámot. Már most mondom nektek és azoknak is, akik a streamen keresztül néznek minket, hogy a második fél időben lehetőségetek lesz a Mester 3-as harmadik tagjától majd nektek is személyesen kérdezni. Akik streamen néznek minket, ők már tudnak kommentben vagy a 777 Facebook üzenetére közvetlenül küldött üzenettel kérdezni. Ha szeretnétek, akkor ezt név nélkül tesszük természetesen itt a nyilvánosság előtt föl. Lesz most egy 10 perc, amikor tudunk egyet fújni, szusszanni, felüdülni a Café El Mondó jó voltából, és aztán folytatjuk Fábri Kornél atyával. Nagy tapsot neki! Kimentek Manilába, akkor
ébredj fel, mert az idő eljött. Ez a te időd, Európa, Magyarország ideje. A bejátszás, a reklám után újra itt vagyunk, folytatjuk a Sodert Fábri Kornél atyával, és akkor mielőtt megkapjátok a lehetőséget, kérdezzetek, gyűjthetitek már a kérdést, és aki streamen néz minket, természetesen ő is küldheti kommentben a közvetítés alá, illetőleg direkt üzenettel a 777 blog Facebook oldalára. Tehát milyen egy ilyen celebritás rokonának lenni? Ugye ez az esti Sóder, ez nem csak a te műfajod, de eleve itt vannak ilyen műfaji sajátosságok. Kié is volt a stand-up és kié nem? Ki koppintotta és kitalálta fel? Hogy is van ez a Fábri családban? Igen, szokták kérdezni, hogy a Fábri Sanyi rokonom-e, vagy ha meghallják ezt a nevet, hogy Fábri, nem én szoktam az eszükbe jutni. Úgyhogy nem szoktam letagadni, sőt, a Fábri Sanyi nekem nagybátyám. Édesapám elsőfokú egyetlen unokatestvére, tehát nekem másodfokú nagybátyám, de ő mondta, hogy a stand-up az egyházi műfaj. Csak ők lenyúlták, most ez a sit-down próbáljuk ugyanígy csinálni. Ha jól tudom, segített is nektek, amikor Kapusfüreden felújítottátok a plébániát. Deréktól fölfelé célzott poénokkal. Igen, amikor oda kerültem Kapusfüredre, még nem tudták, hogy ki lesz az új plébános, de azt tudták, hogy a Fábri Sanyi rokona. Úgyhogy megérkeztem, és mondták, hogy hívjam meg. Meg ő is szívesen eljött volna, hanem ne csak úgy gyere, hogy meglátogatsz, hanem akkor hát valami önálló estet csináljunk jótékonysági céllal a templom felújítására. Ugyanis a templomban volt egy hát ilyen kis oldalhelyiség, tele mindenfélével, mondom, annyira jó lenne, hogyha lenne a templomban mosdó, mert az biztonságot ad kicsinek, nagynak, és hát el is hívtam a Sanyit, és 800-an összegyűltek a kaposfüredi sportcsarnokba, és hát ennek a bevételéből megcsináltuk a mosdót a templomban. És mikor legközelebb jött Sanyi, mert másodszorra is hívtam, Bödöcs Tibivel jött, Tibinek mondtam is, hogy te vagy az est deficitje, mert ő nem önként jött, vagy nem ingyen, persze poénból, és utána mutattam a Sanyinak, hogy na, itt van a budi, amit összestand-upoltál. Úgyhogy nagyon tetszett neki, hogy egy templomban van WC, de hát gondoljunk bele, kisgyerekeseknek, idősebbeknek, akik már az inkontinenciával vannak gondjai, nagyon biztonságot ad, hogy bármikor kimehet, úgyhogy hát így indult, kétszer is járt Kaposfüreden, és örülök, hogy meglátogatott. Jöhetnek a ti kérdéseitek, természetesen prioritást élveznek azok, akik itt vannak velünk a teremben, és megtiszteltek minket a személyes jelenlétükkel, de mindenképpen sort kerítünk online kérdésekre is. Érzem, hogy rezeg a zsebem, tehát a kollégák már küldik nekem tovább a kérdéseket, és ezt köszönöm nekik, és köszönjük Téglási Nonónak is, hogy segít, és házigazdája lesz szintén ennek a blokknak. Tehát van-e az itt ülőknek már most kérdése Kornél atyához? Hogy állunk ezzel a dologgal? Először, másodszor, harmadszor. Amíg nincs, akkor én puskázok majd online-ról. Jó, akkor megyünk egyelőre online kérdéssel.
Hogy is vagyunk ezzel a cölibátussal? A kérdés most tömöríteni fogom, mert viszonylag hosszú, erre vonatkozik. Hogy lehet megélni a mai világban ezt a cölibátust? Hogyan merjünk elköteleződni mellette? Fontos részt nem hagytam ki. Eleve az elköteleződés a mai korban egy nagyon nehéz dolog. Nem véletlen az, hogy a cégek is, hogyha valakivel szerződést kötnek, ugye 2 év hűségnyilatkozat, ilyen szolgáltatóhoz, olyan szolgáltatóhoz, mert tudják nagyon jól, hogy a mai világ nagyon gyorsan változik, és ezzel valami fajta biztonságot várnak, hogy aki befizette, előfizette, az meg is kapja. És 2 hétig hűséges, tehát 2 évig hűséges lesz. Tehát azt gondolom, hogy mindenfajta hűség nehéz, de mindenfajta hűség nagyon gyümölcsöző. Én azt szoktam mondani, hogy én csak egyel több nőről mondtam le, mint a többi férfi. Jó esetben. Tehát, hogy az, hogy a cölibátus az Isten ajándéka. Ez egy hivatás, nagyon sok embernek nem ez a hivatása, és azért nagyon sokaknak piszkálja a csőrét, mert hogy zavarja, hogy én így döntöttem. Nem így maradtam, hanem így döntöttem, és nem tudom, miért velünk kell foglalkozni, amikor a mai 20 éves lányoknak a 66%-a soha nem fog férjhez menni. Ez mai statisztika. A maradék 34%-nak a 70%-a fog elválni. Tehát számoljuk csak ki, hogy mai 20 éves lányok közül 100-ból 10-valahányan lesznek, akik egy férfival érik le az életüket. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek párkapcsolatban, már ez Hodász Andrásnak a témája, de az, hogy hát különböző ideig tartó kapcsolatokról van szó. Mert ki tudja még, mi lesz itt majd 10 év múlva, meg mi változik, de nem a szeretetre épül minden. A szeretet pedig mindent eltűr, mindent elvisel, mindent remél. Tehát azt gondolom, hogy a cölibátus, amit a Jóistentől kaptam, az az ő ajándéka. És hogy lehet ezt megélni? Hát úgy, hogy minden nap imádkozom érte. Ezt mondta egyszer Bíró László püspök atya, hogy aki törekszik a cölibátus megtartására, az könnyen elbukhat. Aki éli a papi életét, amellett gyümölcsként megterem a cölibátus. Tehát én arra gondolok, hogyha most este 10 órakor leürül végre a plébánia, és nekem ott lenne még 3-4-5-6 gyerek, meg egy feleség, akivel törődni kell, hát azt mondom, hogy ez nem megy. Tehát a cölibátus az nem egyenlő a nőtlenséggel. Újdonsült püspökünknek a könyvében, Imre az ember című könyvének a közepén van egy szép motto, hogy a cölibátus az nem nőtlenség, hanem Isten személyes szeretetétől való betöltöttség állapota. Még egyszer. Tehát Isten személyes szeretetétől való betöltöttség állapota. Azért mondom, hogy ez egy szerelem, mert egy párkapcsolatban nem fér bele egy harmadik. Tudom, vannak protestáns lelkészek, akik házasodnak, görög katolikusok, ahol házasokat szentelnek pappá, de találkoztam olyan görög katolikus atyával, aki azt mondja, hogy irigyel minket. Azt mondja, amikor jó lelkipásztornak érzem magam, akkor rossz apának. Amikor jó apának, akkor rossz lelkipásztornak. Tehát, hogy ez az osztatlan szív, ez a kulcsa az egésznek, és hát, ha Jóistentől egy örökké valóságot kapok, akkor nyilván a cserébe is adok valamit. Emlékszem, egy hittanórán 10-esek voltak, jóba voltunk az osztállyal, egy is srác megkérdezi, azt mondja, atya, tavasz van, egyre kevesebb ruha van a lányokon, nem zavarja? Vagy nem izgatja? És akkor hát ilyen megfagyott a levegő. Mondom, nagy bajban van, akit a farka vezérel. Több kérdés nem volt. Tehát azt gondolom, hogy a cölibátus ajándék és a megélése is. Én egyébként minden nap imádkozom egy mi atyánkot a hivatásomért, annak megőrzéséért, egy üdvözlét a tisztaság megőrzéséért, és a Jóisten segített. Ugye a szűzanyát azért kérem, mert ő nagyon profi abban, ami szüzesség, hiszen ő szűzanya, és működik is. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokat segít. Ha van helyben, azt jelezzétek rögtön kéz feltétellel. Jó, vagy kéz rátétellel is lehet jelezni, bármelyik bejön. Akkor megyünk még online. Direkt üzenetben, de anonim módon kérdezi egy olvasónk. Lehet-e kereszténynek olyan játékgyűjteménye, ami tele van mondjuk sátáni elemekkel, a borítón például pentagram van, démonok, varázslás, stb. Lehet vagy szabad? Mert lehetni lehet. Hogy nem ajánlatos, az valószínű. Nyilván, de gondolom így értette, hogy mennyire megengedett. Én azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy a magyar törvény is azt mondja, hogy bizonyos jelképeket tilos használni.
legyen az kommunista, nácista, egyéb ilyen uralmi jelkép. Nyilván azért, hogy ezt ne erősítsük meg. Az is igaz, hogy nem mindegy, hogy milyen tárgyakkal veszük körül magunkat. Tehát nem véletlen az, hogy egy templom úgy van berendezve, ahogy be van rendezve. Hogy az moderne templomok otthonos, barátságos, tényleg otthon érezzük benne magunkat. Lehet, hogy a katolikus templomban vannak képek, máshol egy feszület vagy egy kereszt van csak. Egy otthonomban is, nem mindegy, milyen képeket rakok a falra. Én azt gondolom, hogy akit reklámozok, ahhoz valami közöm van. Tehát, hogyha valaki olyan játékokat őriz, ahol kifejezetten sátánista szimbólumok vannak, mint a pentagram, akkor bizony az nem biztos, hogy jó. Sőt, volt olyan esetem, ezt csak hadd meséljem el, egy családban furcsa dolgokat tapasztaltak. Olyanokat, hogy jött föl egy földszintes első emeleti lakásuk volt, hogy éjjel hallják, hogy valaki jön föl a lépcsőn, megáll a kis pihenőnél, és hát fölkapcsolták a lámpát, és nem volt ott senki. Vagy éjjel kettőkor bekapcsolt a monitor, meg a nyomtató, meg egyebek, és akkor elhívtak, és kiderült, hogy az ott lakó hölgy az nagyon benne volt az ezoterikában. Tehát mindenen végigment a reikitől az agykontrollon át mindenig, mindenféle angyaltan, meg egyebek, és aztán mondtam, akkor most gyűjtsük össze a házban az összes olyan tárgyat, ami ezekhez, okkultizmushoz, ezoterikához tartozik. Hát egy ilyen stószni gyűlt össze, és aztán azt a férje elégette valahol, és akkor megszűntek ezek a dolgok. Tehát én hiszem azt, hogy nem mindegy, hogy mivel vesszük körül magunkat, Isten országát építjük, vagy a sátánnak segítünk. Én azt javasolnám az illetőnek, hogy ilyen játékokat inkább ne gyűjtsön. Köszönjük, reméljük, hogy követte az adást akkor is, amikor elhangzott a válasz. Van itt helyben kérdés, és akkor ígértük, hogy ez a prioritás. Parancsolj, már is kapsz egy mikrofont. Szóval nekem az volna a kérdésem az atyához, hogy ugye fiatalként leginkább az iskolákban, az egyetemeken is a karriert súlykolják belénk, hogy az legyen az első, a fontos, mert hogy az a társadalomnak jó és mindennek, és hogy ezt ugye fiatal hídgyakorlóként a karrieremet és a családom közötti szakadékot hogyan tudom ezt kiküszöbölni, és hogyha majd ugye nagyobb leszek, szeretnék keresztény házasságot kötni, és hogy akkor melyik válik majd leginkább fontosabbá az atya szerint, és hogy ezt hogyan lehet kiküszöbölni, hogy a kettő közt az egyensúly megmaradjon. Nagyon köszönöm ezt a kérdést, ez művészet. Tehát az biztos, hogy a cégeknek milyen munkaerő kell, olyan, aki fiatal, jól bírja és nincsen senki mellett elkötelezve. Nem véletlen az, hogy fiatal házas asszonyokat hát kicsit nehezen vesznek fel munkahelyre, mert gyanítják, hogy hamarosan elmegy szülni. Tehát annak nem éri meg. Tehát ezt helyre tenni. Ugye a legfontosabb az, hogy legyenek céljaink, és mindig a leghosszabb távú cél legyen a szemünk előtt. Nekünk keresztényeknek, és bízom benne, hogy minden más embernek is, nem lehet más célja, mint az örök élet. Tehát ettől kezdve, ha van egy célom, akkor mindent annak rendelek alá. Tehát, hogy az örök élet a célom, akkor ettől kezdve megnézem, hogy mi az, amit tehetek az örök életért, és mi az, ami ettől eltérítene. Akkor nyilván olyat nem fogok tenni. Utána az, hogy gondoljuk, hogy menjünk ki visszafele az időbe, jön a halál. Mindenki meg fog halni, ezt már most mondom, mai nap jó híre. De hát itt kell hagyni ezt a földi világot valamilyen módon. A kérdés az, hogy mit akarsz hallani majd a temetési beszédedben fölülről. Hogy azt mondja, hogy na, végre elment. Vagy az, hogy ott zokog mindenki, de kár, hogy elment. Úgy élj, hogy inkább ilyen utóbbit hallgass majd föntről a gyászbeszédetben. De utána jön a nyugdíjas év, a család. Kérdés az, hogy ugye nagyon sokan ráébrednek arra, hogy építik a karriert, főleg, hogyha nem voltak olyan jól eleresztve fiatalabb korukban anyagilag. Nagyon meg tudsz szédíteni, hogy kapsz szolgálati kocsit, telefon, még lakást is, de dolgozz nekünk 12 órát. És még lehetőleg hétvégén team training, mert hogy kell, hogy a team az még szorosabban kapcsolódjon. Gyakorlatilag nem marad idő kapcsolatokat építeni, úgyhogy, és ez nagyon magával tud sodorni. És már nincs is más nem köt le, e felé megyek. Csak aztán rájön az ember, mondjuk lányok 31 pár évesen, hogy te jó ég, hát mikor fogok én szülni? És akkor ott van, hogy hát most még kapcsolatokat kéne építeni. Tehát nagyon nehéz. Ami segíthet, hogy olyan keresztény közösségnek is tagja maradni, ahol hasonló szőrű fiatalok vannak. Tehát fiatal férfiak, fiatal nők,
akik közül sokkal több esélyed van párt találni még időben. Tehát egy biztos, hogy a pénz az soha nem fog hosszú távon boldogítani. A kapcsolatok annál inkább. Tehát azt látom, hogy nyilván nagyon nehéz a mai korban egyáltalán elkezdeni, de első az Isten kapcsolat, második az emberekkel való kapcsolat, és a harmadik a karrier. Mert hogy mit ér a karrier, hogyha egyedül élem? Kinek dolgozom? Már tele van a zsebem pénzem, mert annyira megfizetnek, de a kapcsolataim meg kiüresedtek. Tehát fontosabbnak érzem, és ezért nagyon résen kell lenni. A másik, ami ilyen veszély, hogy ez az online világ, ezek a közösségi oldalak, hogy látszólag rengeteg barátom van, és a gyakorlatban hányal találkozom. Tehát ezeket az alkalmakat keresni. Olyan jó, hogy van a cserkészet, vannak hittancsoportok, ifjúsági csoportok, egyebek, ahol együtt lehetünk húsvér emberekkel. Érezzük a másik illatát is, nem csak a profilképét látjuk. Tehát, hogy ezek a kapcsolatok sokkal fontosabbak, hosszú távon. Családban ugyanígy mi fontosabb, gyerekeket nevelni, vagy inkább karriert építeni? Én azt gondolom, hogy a gyerekek, szóval nincsen jobb befektetés, mint a gyerek. Mi öten vagyunk testvérek, én vagyok a negyedik, mert jöhet akármilyen gazdasági világválság, a gyerek akkor is potenciális munkaerő lesz. Tehát lesz kire támaszkodni. Gondolj egy olyan családban, nem tudom, hogy hányan vagytok egy kék, tehát egy gyerek született, ez vagy döntéskérdése, vagy így alakult, de mondjuk idős korban a szülőkre, amikor már rá kell gondolni és gondoskodni kell róluk, ha egyetlen egy gyerekük van, akkor mind a két szülő erre az egy gyerekre fog támaszkodni. Tehát igazából, ha az ő döntésükön múlt, hogy nem vállaltak többet, akkor ez egy picit az ő önzésük. Nyilván előfordul, hogy biológiailag nem lehetett több, tehát az senki nem ítélünk el semmi miatt, de mennyivel jobb az, hogy ha van több gyerek, nyilván strapásabb a felnevelésük, de hosszú távú célt ad. Ugye öten vagyunk testvérek, van 14 unoköcsi unokahugom, a testvéreim helyettem is dolgoztak, tehát hogy ez mennyire jó, amikor édesapám vagy édesanyám meghalt, akkor nem egy emberre nehezedett ennek a súlya, hanem ötünkre. És így könnyebb volt elviselni is. Tehát azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok mindig megelőzik a munkát. Egy dolgot senki nem bánt meg a halálos ágyán, hogy túl kevés időt töltött a munkahelyén. Sokak szerint, online jön a kérdés, sokak szerint idő kérdése, hogy mikor lesz önből püspök, érez-e erre motivációt? Erre most mit mondjak? Bolond lukból bolond szél fúj, de az, hogy sokak szerint mi van, az teljesen mindegy. Milliók tévedtek már a világban. Gondolok egy Hitlerre. Hány millió követője volt? Tévedtek, őszintén. Az, hogy most én nem érzek semmi motivációt, én szeretném azt élni, amit Isten kér tőlem. Tehát ahogy annak idején budapesti születésüként úgy éreztem, és nagyon sok jelet kaptam a Jóistentől, hogy menjek Somogyba, ami egy sokkal szegényebb egyházmegye, hogy ott szolgáljak, ugyanazzal a átimádkozott döntéssel hoztam meg azt, hogy elfogadom a bíboros agya felkérését, hogy ezt a kongresszust szervezzem. Hát majd, hogyha ilyen kérdéssel állnak elém, akkor elgondolkodom rajta, hogy vajon... Hát nagyon nehéz püspöknek lenni manapság, tehát nem egy kíván dolog. A Szentírás még azt mondja, hogy is fogalmazza, hát ilyen becsületes, vagy nem, az olyan nagyszerű dolog, ha valaki püspökségre áhítozik. Hát gondoljatok bele, egy püspök megörököl egy egyházmegyét. Azokkal, akik ott vannak, olyan körülményekkel, amilyen van. Ha valaki átvesz egy céget, mondjuk vezérigazgató lesz egy cégnél, aki nem dolgozik jól, kirúgja, fölvesz másikat és kész. Na most minket, papokat 6 éven keresztül tanítanak. És hogyha azt vesszük, hogy mennyire csökken a papság száma, most oda megy valaki egy egyházmegyébe, valaki nem dolgozik jól, nem mondhatja azt, hogy kirúglak. Nincs helyette másik. Tehát inkább motiválni lehet, hogy az Isten országáért dolgozunk. És a püspöknek az a feladata, hogy tudja lelkesíteni a papjait. Hogy a papok meg úgy legyenek, hogy ezért a püspökért én dolgozom. A papok elvileg a püspök segítő társai. És hát azt gondolom, hogy nem könnyű ma püspöknek lenni, egyre fogy a papság létszáma. Aki még közületek fiatal férfi, és nincs még elkötelezve senki mellett, akkor ha jó Isten papnak hív, ne felejts el igent mondani, mert garantáltan van üresedés, és munkanélküliség biztos, hogy nem vár rád. Jött egy ilyen kérdés is, ez lehet, hogy megfogalmazódott az itt ülőkben is, hogy na jó, de honnan tudom, hogyha papnak hív? Hát tőle. Hát mondom, nekem ilyesmi volt, hogy egyre többen kérdeztek rá, de a végén a Jóisten megtörölte a homlokát, mikor igent mondom, hogy na végre. Tehát hány jelet küldjek még neked? Tehát először is
egy hivatás felismeréséhez kell 4 vagy 5 dolog. Az első, hogy van-e vágy a szívemben, hogy megtegyem. Tehát biztos lehetsz abban, hogy ha keresztény vagy, az Isten soha nem fog tőled olyat kérni, amihez semmi kedved nincsen. Ugye sokan félreértelmezik azt a mondatát Jézusnak, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és úgy kövessen. Ez nem azt jelenti, hogy aki keresztényé válik, arra a szenvedés vár, hanem azt jelenti, hogy tudjunk lemondani a saját egónkról, a saját akaratunkról Isten akarata érdekében. És az Atya akarata mi volt Jézussal? Hogy ő vigye végig a keresztet, halljon meg a kereszten, és támadjon fel a halálból. Tehát neki ez volt a keresztje. Ez azt jelenti, hogy keresem Isten akaratát az életemre. Ehhez ad vágyat. Ha most még nincs, de később erre hív, akkor biztos, hogy megadja, mert én se így készültem. A másik, hogy alkalmas vagyok-e rá. Mondjuk ezt a szemináriumban 5-6 éven át nézik az előjárók, hogy vajon tényleg alkalmas, és így is bebecsúszik egy-két olyan ember, akiről utólag kiderül, hogy talán mégse volt hivatása. Utána az, hogy a körülményeim lehetővé teszik-e azt, hogy pap legyek. Tehát lehet, hogy valakit azért nem lett pap, mert éppen akkor árva maradtak nem tudom hány testvérével, és legidősebbként dolgoznia kellett, hogy eltartsa a többi testvérét. Ez is előfordul. És a negyedik pedig az, hogy az egyház is igent mondjon. Tehát ez mind-mind, hogyha ez a 4 együtt áll, és ha kimondtam az igent, és békét érzek a szívemben, akkor biztos lehetek benne. A szemináriumban ki volt írva a szobánkban egy kis plakát, hogy az igazi hivatás jelei: jó kedv, jó alvás, jó étvágy. És gondolj bele, aki nincs a helyén, annak nincs jó étvágya, nem alszik jól. De aki jól alszik, jó étvágya van, és jó a kedve, az helyén van. És én sokan úgy jöttek be a szemináriumba, hogy hát megpróbáljuk, hát ha ez az utam. Én már úgy mentem be, hogy én aztán pap leszek. Engem el ne tántorítson senki, és hát így mentem végig is. Hogy... De ott is a legfontosabb kapcsolat a Jézussal való kapcsolat volt. A mindennapi szentségimádás. Naponta egy óra csendben Jézussal. És úgy örülök, hogy egyre több templom van nyitva, és egyre több helyen van szentségimádás, itt Budapesten is, meg máshol is. Hát csak keressük Jézus társaságát. Tehát innen tudhatod, béke van a szívedben. Kérdezz meg egyébként a Jóistent, hogy akarod, hogy pap legyek? Persze van olyan paptársam, aranyos volt. Azt mondja, időben úgy imádkozta a mi atyánkot, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, csak azt ne akart, hogy pap legyek. Azóta is pap, és nagyon jó pap. Úgyhogy az ösztök ellen nem lehet rúgkapálni. Ha az Isten papnak hív, akkor menni kell. Ezt azok mondják, akik, van olyan pap, aki idővel esetleg elhagyja a papi pályát. Megházasodik, és a feleségük mondja, hogy hát napi 2-3 órát tölt a férjem a templomban, a tabernákulum előtt, az oltári szentség előtt. Nem lehet kitörölni. Ha Isten egyszer papnak hívott, akkor úgy maradsz. Tehát, hogy egyszer megkérdeztük a Lukács atyát, még pianista atyát, hogy bűne visszautasítani a papi hivatást. És ő azt mondta, hogy nem bűn, de sok könnynek a forrása. Tehát, ha Jóisten engem papnak szánt, akkor leszek a helyemen leginkább, hogyha ezt elfogadom. Nyilván nem mindig könnyű, vannak nehézségek, mint a házasságban is, meg a papságban is, bármilyen élethelyzetben, de van kibe kapaszkodni. És egyet mondok, ebben a kapcsolatban csak én szúrhatom el. Ugye egy párkapcsolatban mind a kettő lehet hibás, a Jóisten viszont tökéletes. Ennél jobb párt nem találhatok. Most 2 kérdésünk is van, és hogyha megengeded a hölgynek, adunk elsőséget középen. De szabad ne feledd. Köszönöm. Már volt szó a vidéki plébániákról, és most nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy ugye közeledik az eukarisztikus világtalálkozó is, és hogy nagyon örömmel hallottam, hogy így a pesti és esztergomi plébániákat is hívják, de hogy mi a helyzet a vidéki plébániákkal, és én azt tapasztalom, hogy Budapesten ilyen nagyon fiatalos környezetben sokkal egyszerűbb megélni a hitünket, és tényleg nagyon sok fiatal van, de tényleg a vidéken, amikor csak 10 fiatal van a templomban, mindenki idősebb, nincsenek is olyan közösségek, hogy hogyan lehet őket is behívni ebbe a fiatalos körforgásba. Köszönöm. Nagyon köszönöm ezt a kérdést is. Már kezdettől fogva az a tervünk, hogy ez ne egy budapesti esemény legyen. Nyilván maga a kongresszus hete 2020. szeptember 13-tól 20-ig, már beírhatjátok naptárba, itt Pesten lesz, de ebbe szeretnénk az egész országot, sőt a határon túli magyarokat is bevonni, mégpedig oly módon,
hogy minden egyházmegyéből a megyés püspök kijelölt egy papot, aki a Nemzeti Bizottságnak lett a tagja, tehát minden egyházmegyét képvisel egy pap. És mi a képzéseket, egyebeket, mindent rögtön továbbadunk azonnak az atyáknak, akik vállalták ezt a kapocs szerepet, hogy ők is rögtön az egyházmegyei szinten meg tudják ezt csinálni. Ott is összehívni az embereket, bevonni őket. Nyilván nagyon nehéz vidéken tényleg fiatalnak lenni, bár azért én azt tapasztaltam Somogyban, hogy ott is vannak azért fiatalok, sőt, a legjobb, amikor ilyen nyári táborok vannak, akár egyházmegyei szervezés, akár egyéb szervezések, ott lehet ismerkedni másokkal. Az ifjúsági világtalálkozóknak ezért van nagyon fontos szerepe, mert hogyha valaki egyedül jön el egy faluból mondjuk, és ott lát másik 1 millió fiatalt, azt mondja, hogy de jó, nem vagyok egyedül a hitemmel. Tehát, hogy ez megerősítést tud adni. Ugyanakkor én a megtérésemnek azt tartom, mikor annyira fontossá vált a szent áldozás, hogy olyan misére jártam itt Budapesten, reggel 7:30 volt, ahol nem volt rajtam kívül csak 5 idős néni egyenletes mértékben elosztva a templomban. Az atya nem nagyon látott, így minden nap ugyanaz volt az evangélium. A János 3:16 az összefoglalása az evangéliumnak, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennél több nem is kell. Mellesleg egy néni ott állt mellette, nehogy valamit kétszer mondjon, vagy valamit kihagyjon. Nem volt prédikáció, nem volt ének, nem volt fűtés, nem volt szép zene, semmilyen esztétikuma nem volt a misének, de az az egy tény, ahogy Liziói Szent Teréz mondja, hogy jó a papoknak, mert egy szavukra lejön az Isten. És ez a felszentelt pap elmondta az átváltoztatás szavait, az oltári szentségben Jézus jelen volt, és én megáldozhattam, és így mehettem az egyetemre. Ez nekem mindennél többet ért. Tehát azt gondolom, ez kegyelem, ez a Jóisten ajándéka, ez teljesen tény, de ha már két ember találtok, két másik fiatalt, akkor az már közösség. Tehát ahol hárman, én a papságnak is így indultam neki, azt mondtam, hogy könnyű papnak lenni, most lehet, hogy felhúzzák a szemöldöküket többi papok, de két dolog kell hozzá. Egyrészt szeretni az embereket, és semmit nem várni tőlük. Ez nem cinizmus, hanem szó szerint értem, mert akkor éri csalódást a pap, hogyha előzetesen feltételezett tudásról gondolkodik, hogy hát ezt tudniuk kell. De felnőtt úgy két generáció, hogy abszolút nem kaptak semmilyen tájékoztatást. És én azt gondolom, hogy ha én szeretem az embereket, akkor ők viszont fognak szeretni engem. És azért mondom, hogy 3 normális embert mindenütt lehet találni. Tehát sose leszek egyedül. Jézuson kívül Jézus mindig ott lesz. Úgyhogy azt gondolom, és ezt tudom tanácsolni, hogy fiatalként keressétek egymást, keressétek a lehetőséget, hogyan találkozhatok, hogyan erősítetitek meg egymást. Annyi, hogy egy kis házi csoportot létre lehet hozni, plébánostól függetlenül. Összegyűlünk hetente vagy két hetente, kicsit imádkozunk, éneklünk egy párat, egy kis Bibliát olvasunk, eszünk 2 szendvicset, és megerősödünk a hitünkben. Tehát én ezt tudom javasolni, hogy 3 fiatal van már, az már közösség alapú lehet, ahol már lehet hívni mást is, és ez szépen tud növekedni. Köszönjük szépen, itt a 3. sor elejéről érkezik egy kérdés. Köszönöm szépen a szót. 2 kérdésem lenne. Az egyik, hogy volt már szó itt a papi hivatásról, illetve annak felismeréséről, de hogy a hétköznapi dolgokban hogyan lehet fölismerni, hogy mit vár tőlem az Isten, illetve hogyan tudom megkülönböztetni a saját hangomat és gondolataimat az Isten hangjától, hogyha ez nem egyezik. A másik kérdésem, hogyha lehetséges, atya nagyon biztos volt már a felszentelése előtt is, hogy pap szeretne lenni, de hogy volt-e a hivatás történetében olyan pillanat, amikor nagyon elbizonytalanodott, és hogyha igen, akkor ebben mi tudott segíteni? Köszönöm szépen. Köszönöm. Másodikkal kezdeném, még nem. Az, hogy lesz-e, azt nem tudom, de igazából, hogy mondjam, minden elismerésem azoké a hívőké, akik soha nem tapasztalták meg Isten szeretetét, és mégis ott vannak minden vasárnap a misén. Én viszont megtapasztaltam az ő szeretetét, szabályosan betöltött, de annyira, mint amikor egy szivacsot beraksz a vízbe, fölhúzod, és folyik belőle a víz. Tehát annyira adott, hogy bőven jut másnak is, meg hát el kell menni töltődni. Tehát a mobilt is rányomod a 2:20-ra 2 óráig. Ha fél percig töltöd, akkor utána nem sokáig fogod használni. Most az imádság az Isten kapcsolat. Tehát van olyan, hogy leülök az oltári szentség elé teljesen csendben, és azt kérem, Jézus, tölts fel szeretettel. És hagyom, hogy feltöltsön. És felfrissültem, megyek ki.
Tehát ez az egyik, hogy ez a csatorna, ez a töltődés, ez mindig megvan. Nyilván lehetnek nehézségek, lehet valaki magányos, lehet valaki, hogy összetűzésbe kerül a többiekkel, vagy olyan helyre helyezik, ahol nem érzi magát jól. Sok minden nehézség lehet, de a Jézus kapcsolat mindig ott van. Tehát ő mindenütt ott lesz. A másik, hogy hogyan tudom megkülönböztetni az Isten szavát az enyémtől, nem könnyű. Tehát nyilván a Jóisten sokféleképpen tud vezetni. Körülmények között, imádságban, a Szentírás alapján, a lelkiismeret szaván keresztül, mások által, szentek bölcsessége alapján. Tehát azt gondolom, hogy amint mondtam, ez a négy alap dolog, hogy kedvem van hozzá, alkalmas vagyok rá, körülmények megengedése, hogy az egyház is visszaigazolja, az már eléggé garancia. Ugye sokan gondolják, hogy hát Isten hozzájuk nem szól. Dehogy is nem. A lelkiismeret az Isten szava bennünk. Ezért nem véletlen az, hogy kultúrától függetlenül vannak olyan alapvető erkölcsi értékek, amit ha valaki soha nem tanult hitet, akkor is tudja, hogy az jó vagy nem jó. Tehát szeretni a másikat minden kultúrában jó. Honnan van ez? Nyilván egy közös Istentől, aki mindenkiünkbe beleteremti ezt. Tehát amikor a legateistább ember is a jóra törekszik, vagy érzi azt, hogy most nem volt jó, akkor ott van a lelkiismerete szólt. Honnan van a lelkiismeret? Mi az? Nem materiális dolog. Hát nem lehet molekulárisan kimutatni, hogy a lelkiismeretem mit reagál. De az, hogy Isten szól a lelkiismeretemen keresztül. És a legbiztosabb az, hogy ha döntést hoztam, tehát bármilyen döntés előtt, nagyon fontos, hogy viharban, ködben nem váltunk irányt. Tehát döntést, komoly döntést csak úgy hozzál, hogyha kipihented magad, jól laktál, elmentél egy fürdőbe, és így teljesen kipihented, relaxáltál, és azt mondod, hogy igen, így kell tennem. Tehát idegességben, félelemben nem lehet jó döntést hozni. De ami biztos, hogy visszafelé, tehát néha utólag látom, hogy igen, ez ezért volt, és így volt jó a döntés, vagy ez nem volt jó, néha korrigálni kell. Egy picit, újra tervezés, ez már egy divatos szó. De hogy ha békét érzek a szívemben, esetleg a környezet is megerősített, például nálam a családtagjaim közül senki nem mondta, hogy pont te mész papnak. Tehát, hogy valahogy úgy beleférnek a képbe, hogy jó, pap lesz belőle. Tehát örültek is neki, a szüleim is örültek. Anyukám, mikor megtudta, először állt, aztán ült, de úgy mégis szívesen vette. Tehát azt gondolom, hogy ez a béke, ez a legnagyobb visszaigazolás, hogy igen, amit döntöttem, az jó volt. Ez a belső béke. Ha nyugtalanság van benne, akkor valami még nem stimmel. Egy kérdésre van még időnk, és a fiatalember licitált először, tehát ő kapja meg a lehetőséget. Hát nagyon sajnálom, hogy kettőt szeretnék kérdezni, de... Egyezünk ki másfélben, és ugrott a kóla, amit ígértem az előbb. Rendben. Azt szeretném kérdezni, Kornél atya, hogy a papság az mitől nem magasabb rendű, illetve inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy ez magasabb rendű-e, mint a házasság. Tehát most nagyon vonzóvá tetted nekünk ezt az egész papságot, és hát kedvet is kaphattunk hozzá, de tényleg azt szeretném kérdezni, hogy egy házas ember miképpen tud olyan mód közel lenni, úgymond az Eukarisztiához, Krisztushoz, mint egy pap, aki átváltoztatja. Tehát, hogy mondta, hogy Lizi, hogy kis Szent Teréz is azt mondta, hogy hát nem érted a kérdés, a másik pedig sokkal összetettebb, hogyha arra nem jut idő, akkor semmi baj, de hogy az elváltak mit tehetnek, és mi hogyan viszonyuljunk felé, vagy hogy esetleg akinek a szülei elváltak, vagy igen, köszönöm szépen. Nagyon lényegeset kérdeztél. A másodikkal kezdeném megint csak, jó? Sokan azt a felfogást hiszik, hogy így van, hogyha valaki elvált, akkor az már ki van taszítva az egyházból, nem járul a szentségekhez, mindennek vége. De nem. Tehát attól még, hogy valaki elvált, attól még ugyanúgy járulhat szentségekhez, mikor nem járulhat, hogyha az élet állapota olyan, hogy amiatt nem járulhat. Tehát, hogyha valaki egy új kapcsolatban van, ami nem szentségi házasság a katolikus egyházban, akkor nyilván a bűnalkalom mindig fennáll. Brutális lesz a hasonlat, hogyha valaki bejön a gyóntatószékbe, hogy most megyek megölni XY-t, akkor nem oldozhatom fel előre, amíg el nem áll ettől a tervétől. Tehát ugyanitt itt is ez van, hogy meg van kötve az én kezem, hogy azért nem oldozhatom fel a bűnei alól, mert a szentgyónás az nem egy bűnlajstrom, hanem egy döntés, hogy nem akarom tovább így csinálni. Ha valaki együtt él valakivel, és nem testvérként élnek együtt, akkor nyilván nem tudok feloldozást adni, hogyha nem is akar rajta változtatni. Ismertem olyat, ez még egy párizsi tapasztalat, hogy
elvált mind a kettő, együtt élnek, de annyira fontos nekik a szentségi élet, hogy áldozhassanak, gyónhassanak, hogy testvérként élnek együtt, szent eskü alatt. Tehát azt mondom, nyilván ezért ritkán beszélünk erről szószékről, mert minden helyzet más és más. Tehát ami nagyon fontos, még az Emmanuel közösség is szokott áve hétvégéket tartani, kifejezetten egyedülálló szülőknek, vagy elvált újraházasodottaknak, ők ugyanolyan értékes emberek, mint bárki más. Tehát lehet, hogy valaki áldozata egy rossz kapcsolatnak. És azt gondolom, hogy nagy szeretettel kell hozzájuk is fordulnunk. És nincsenek kitaszító, őket lelki áldozásra hívjuk, és lehetőség szerint minden segítséget megadni azért, hogy rendeződjön az életük. Tehát, hogyha kiderül, hogy nem is jött létre a házasságuk, tehát azt jelenti, hogy lehet, hogy legjobb szándékkal kötötték, de utólag kiderül, hogy hát ott valami nagyon nem stimmelt. Tehát gondolok arra, hogy nem volt teljes a szabadsága. Mert lehet, hogy otthonról menekült, és a házasság egy remek alkalom volt erre. De nem volt igazán tiszta a kapcsolat. Vagy valaki alkalmatlan pszichésen a házasság terheinek hordozására. Vagy eltitkolt valamit a másik elől, utólag derül ki róla. És ezek mind ezt az egyházi bíróság megvizsgálja, hogy létrejött-e egyáltalán a házasság. Mert hogyha valamilyen összetevő hiányzik, akkor nem jött létre. Hiába az egyik fél jó szándéka szerint. Lehet, hogy másik is így gondolta, vagy a hűség fogalma nem volt egészen tiszta a számára. Tehát ilyenkor megnézés, az egyház nem elválaszt, hanem kimondja az érvénytelenségét, hogy nem jött létre az a házasság. Tehát ebben Ferenc pápa is abban segített, hogy ez az eljárás kicsit egyszerűsödjön. A kritériumok nem változtak, de maga a procedúra egyszerűbb egy picit. Tehát ennyit az elváltakról, ugyanúgy szeretjük őket, és ugyanúgy helyük van az egyházban, imádkozhatnak, Bibliát olvashatnak, ugyanúgy része a közösségnek, nem vetünk rájuk követ, abszolút. És az első kérdés az mi volt már? Ja, a papság meg a házasság. Igen. Nem azt mondom, hogy felsőbbrendű, mert olyan nincs, hanem a házasság meddig tart? A halálig. Ugye aki itt marad, ugye itt van az a vicc, hogy drágám, én úgy gondoltam, hogy ha valamelyikünk meghal, akkor én kiköltözöm a Balatonra. Na, tehát, hogy a házasság az a halálig tart, és aki itt marad, az szabad állapotúvá válik. Ezzel szemben a papság az mindörökké tart. Tehát ezért van az például, hogy görög katolikusoknál, hogyha valaki pap akar lenni, és házas is szeretne lenni, akkor mindig előbb megházasodik, és utána házas embereket szentelnek papá. Tehát a papok soha nem nősültek, hanem házas embereket szenteltek papá. De ott is ott van, hogy ha a házasság másnapján megözvegyül, akkor már nem köthet újabb házasságot. Pontosan ezért, mert az Istennek való lefoglaltság az örök életre tart. Az nem szűnik meg a halállal, a társ halálával. Oké? Tehát ez ennyiben más, hogy rajtunk van egy jel, ami az örök életen át rajtunk marad. Tehát ennyiben más. De akik házasságban élnek, ugyanúgy megélhetik az életszentséget. Sőt, azt gondolom, hogy ma nagyon sok szükség van olyan házasokra, akik példaadó életet élnek. Ugye ilyen a családok Jézusban közösség, akik vállalják, hogy jelként élik a házasságukat. Hány olyan szentet ismerünk, Batthyány Stratmann László, vagy mások, akik szentként éltek házasságban. Tehát nem kizárók, nem az, hogy vagy házasság, vagy életszentség. Sőt, ugye mi a szentségi házasságnak a célja? Egymás üdvösségre vezetése, meg persze a felek java, meg a gyermekek vállalása, de a legfőbb cél, ami legtovább tart, az egymás üdvösségre vezetése, hogy elkísérjük egymást a halálig. Egyfajta felelősséget vállalnak egymásért a házas felek, tehát abszolút az életszentségnek a célja, vagy az útja. Hát sok lehetőség van a türelem gyakorlására, a szeretet gyakorlására, az önátadásra, tehát nagyon jó út. És ha valaki kitart benne, és a nehézségeket is átesnek, vagy talán éppen ezek által még közelebb kerülnek, akkor nagyon jó úton haladnak. Erre szoktam én azt mondani, hogy hiszek a suszterekben. Tehát nem kell egy cipősarok leválás miatt már is kidobni a cipőt. Azt még meg lehet javítani, egy kapcsolatot is lehet javítani. Vannak olyan extrém esetek, amikor már tényleg az van, hogy inkább váljatok el, mint hogy megöljétek egymást, de hogy én hiszem azt, hogy lehet javítani a kapcsolatokat is. Legyen ez most egyelőre a végszó. Két ajándékkal készült még Kornél atya nekünk. Az egyikhez egy kis segítségre lesz szükségünk. A gitártokból ki kell varázsolnunk,
hozzá az eszközt. Ezt köszönjük szépen a hölgyeknek. A másikhoz elég lesz az, hogy ő pap, ahhoz nem kell majd semmilyen különösebb tárgyi feltétel. Amíg ez megtörténik, addig ismét kérjük tőletek a segítséget. Tudjátok, szeretnénk vásárolni GoPro kamerákat, hogy elindíthassunk egy új sorozatot, és új típusú tartalmakat is tudjunk gyártani. Amikor távoztok kint a kiáratnál, találtok majd adománydobozt. Megköszönjük szépen, hogyha segítitek a szolgálatunkat ezzel. És Nono, téged is kérnélek egy kis segítségre, mi leszünk a mikrofonálvány Kornél atyának, aki most gitározik és énekel majd nekünk. Igazából nem készültem ilyesmivel, csak megláttam itt egy gitárt a fal mellett. Zsírúj, most jött a boltban, nagyon szépen köszönöm a kölcsönadást, úgyhogy ha kicsit hamis, akkor bocsánat, de ezt gyakran kell hangolni az elején még. Amit most énekelnék, az egy Priest Band szám, nem a rockosabb fajtából, hanem a lightosabból. Ezt Madridban adtuk elő, és ott született rá a spanyol szöveg. Ott az volt, hogy a megnyitón azt mondták, hogy csak egy darab zongorával állhatunk ki. Ott volt 1 millió fiatal, és mi kvázi a cappella énekeltünk, és ez volt az, amit énekeltünk ott a fiataloknak. Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Ave Maria, Dios te salve Maria, llena de gracia, Dios te salve Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Jesús. Ave María, Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Ave Maria. Szeretettel várjuk majd egy 7-7-7 offline-ra a Priest Bandet is, az egy kicsit más jellegű alkalom lesz. Arra kérünk szépen, Kornél atya, miközben megköszönjük, hogy itt voltál velünk ma este, és megosztottad velünk azokat a kegyelmeket, amiket kaptál, hogy áldj meg bennünket. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és örülök, hogy eljöttetek. Remélem, senki nem bánta meg. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen titeket a mindenható és irgalmas Isten, fordítsa az ő orcát tirátok, és adja meg mindazt a kegyelmet, amelyre szükségetek van, és áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nyugodalmas jó éjszakát, szervusztok!